Jó estét kívánok, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a kicsit esősre fordult szeptember végi estén. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan megtiszteltek érdeklődésükkel bennünket, és a sok-sok kínálatból, ami most a városban zajlik, minket választottak, hogy ezt a közel picivel több mint egy órát, mondjuk úgy, hogy majdnem másfél órát a nyilvántúli koncert fogozatokra töltsék. Ma este, mint ahogyan az nyilván olvasható a plakátokban, vagy a beharangozóban, egy zenés kalandozásra hívjuk Önöket a Fúvó zenekarral, mégpedig a Fejedelmi útvonal zenéjétől a rockoperáig. Ez elég sokat sejtett, reméljük, hogy mindenkinek tetszeni fog majd a műsorunk, és beköszöntésképpen éppen egy ilyen régi táncot játszottunk el Önöknek, amely valamikor a 16. században rendkívül népszerű volt, játszottuk már itt Szilágyson, és akkor is mindenkinek nagyon tetszett. Nagy szerencsére már abban a korban összeírták ezeket a dallamokat, hogy az utókor számára is megmaradjanak. Így történhetett meg az az örömteli tény, hogy híres magyar zeneszerző Farkas Ferenc hangszerelte Fúvó zenekarra ezeket a táncokat. Ezekből hallották most az elsőt, amely egy intrára beköszöntő zene volt. És ebben a hangulatban is folytatjuk, maradunk a Fejedelmi udvarnál, és eljátszunk ebből a gyűjteményből azt a táncot, amelynek szöveges változata is ismert, mégpedig úgy van, hogy két szép rózsafan öt Jóska háza előtt biztosan ismerik valamennyien. Most ennek a feldolgozását fogják rögtön hallani, mint Ugrós tánc címen. Műsorunkhoz kellemes szórakozást kívánok! És egy nagyon-nagyon híres, gyönyörű táncot fogunk eljátszani Önöknek, amely a cselekmény szintén a 15. században, 16-ban játszódik tulajdonképpen, de az zene szerzője Erkel Ferenc. Őről majd még szólok néhány mondatot, nagyon megérdemli, hiszen nagyon nagy jelentőségű zene szerző a magyarság életében. A Hunyadi László operáról van szó, amelyben egy nagyon híres tánc szerepel többek között, a palotás. Azért nevezték ezt a palotásnak, mert a palotában a főurak szórakoztatására táncolták, meg maguk a főurak is részt vettek ebben a táncban, és ekkor még felhőtlen a boldogság, a szomorú tragédia majd később következik be. Ebben az operában egyébként Erkel Ferenc nagyon korszakalkotó dolgokat valósított meg, hiszen olyan zenei megoldásokat kombinált össze,
a korhíres olasz szerzőjének, Verdinek a stílusát ötvözte a magyar vergulikus muzsikával, és sok-sok tánckoreográfia készült erre szerte a magyarság világában. Mi most ezt a palotást szeretnénk önöknek eljátszani, képzeljük magunkat a királyi udvarban. És aztán ők is ellették ezeket a mozdulatokat, és aztán, amikor elmúlt a
főúri bulik, aztán ők is a maguk körében megpróbálták ezeket a táncokat, a motivumokat ellesve ők eltáncolni. Tehát átjárta az udvar és a külső világnak a hangulata és a világa ezt az egészet. És így volt az, hogy a nép köréből is bekerültek táncok, mint a vermunkos később, vagy az udvari világból kerültek ki táncok a nép körébe. Szintén egy tánccal folytatjuk Erkel Ferenc munkásságát. 1862-ben mutatták be a Dózsa György című operáját. Ez az operája nem lett olyan híres, nem lett olyan népszerű, mint a Hunyadi László vagy a Bánkbán, azonban olyan szép zenei csemegék vannak ebben az operában is, amelyet azóta is rendszeresen játszanak az operaházak, illetve a színházak a műsorukon. A Dózsa György operában azt a részt játszik most az önöknek, amely a Fegyvertánc címet viseli. Abban a korban, amikor Dózsa György világa volt, akkor a fegyverek hatása, a lovagiasság, a bajtársiasság, egymás segítése az teljesen természetes dolog volt, még akkor is, ha ellenfelekként álltak a küzdőtéren egymással szemben, tehát soha nem volt alaptonosság a gyilkosságban, és a küzdelem, a harc volt a legfontosabb a fegyvertáncok során. Az is nyilvánvaló volt, és elfogadott gyakorlat, hogy mielőtt jött egy csata vagy egy ütközet, akkor a férfiak, a harcosok a távoltűz körül mintegy megidézték a győzelmet, és eltáncolták a vitézségüket, megmutatták a többieknek, ezzel lelkesítették egymást arra, hogy másnap vagy hajnalban a csatatéren, a küzdelemben mindenki helyt álljon és lehetőleg élve kerüljön ki. A fegyvertánc következik, Erkel Ferenc Dózsa György című operája.